áradó folyó. Ma még 87 kilométeren tartott fenn másodfokú készültséget a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság a Tiszán levonuló árhullám miatt. Megújult a kisvárdai kórház. A beruházás során központi technológiai tömböt alakítottak ki, ahol műtő, sterilizáló és intenzív osztály is működik ezentúl. Egyszerűbb ügyintézés. Már összesen 18 kormányablak várja az ügyfeleket a megyében. Mától Baktalórendházán és Balkányban is mintegy 400 ügyet intézhetnek a helyi és a környékbeli lakosok. Ma még 87 kilométeren tartott fenn másodfokú készültséget a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság a Tiszán levonuló árhullám miatt. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Vasárnap Tiszaújlaknál a folyó átlagos vízhozamának közel 8-szorosát mérték a szakemberek, akik szerint a hét második felére normalizálódhat a helyzet a folyó kelet-magyarországi szakaszán. Az elmúlt hétvégén a Tisza kárpátaljai vízgyűjtő területén 3 nap alatt közel 150 mm csapadék hullott, amelynek következtében a tiszabecsi határszelvényben 5,5 méterrel megemelkedett a folyó vízszintje. Az elmúlt 2 évben nem volt hasonló nagyságú árhullám, amely miatt 87 kilométeres szakaszon másodfokú készültséget rendelt el az igazgatóság. Hétfőn a Feti vízig 82 munkatársa felügyelte az árhullám levonulását. Jelenleg Vásárosnamény fölött másodfokú árvízvédelmi készültséget tartunk fenn. Ez azt jelenti, hogy Tiszabecsnél és Tivadarnál ezen vízmércéknél haladta meg a vízállás a másodfokú készültségi szintet. Alapvetően a készültségi fokozatnak megfelelő figyelőszolgálat van jelenleg érvényben. Itt a kollégáim folyamatosan járőröznek, és figyelik a töltések mentén a árvízi jelenségeket, és hogyha szükség van rá, akkor természetesen beavatkoznak. Ez idáig el lehet mondani, hogy a töltések természetesen bírják a jelenlegi víznyomást, hiszen nem ilyen vízszintekre vannak kiépítve. A Tisza hétfőn Tivadarnál tetőzött, a szakember elmondása szerint, amennyiben a vízgyűjtő területről nem kap utánpótlást a folyó, a következő napokban már csak elsőfokú készültségre lesz szükség, és a hét második felére le is vonul az árhullám a Felső-Tiszán. Az árvízveszélyt a jövőben jelentősen csökkenti majd a beregi víztározó, amelyet csütörtökön adnak át. A közel 60 négyzetkilométeres árapasztó tározó szükség esetén 58 millió köbméter vizet képes befogadni. Több mint 3,5 milliárd forint Európai Uniós, valamint állami támogatásból bővítették és korszerűsítették a kisvárdai Felső-Szabolcsi Kórházat. A beruházás során központi technológiai tömböt alakítottak ki, ahol műtő, sterilizáló és intenzív osztály is működik ezentúl, valamint egy 1200 darabból álló napelem kiserőművet is telepítettek a kórház mellé. Még 2011-ben kezdődött a kisvárdai Felső-Szabolcsi Kórház bővítése. Egy nyertes pályázat után több mint 3,5 milliárd forintot költött a beruházásra az intézmény, közölte az új épületszárny átadóján a kórház igazgatója. Műtőblokkot, központi sterilizálót és intenzív osztályt alakítottak ki, valamint az ezekhez szükséges eszközöket is beszerezték. A kórházban emellett energetikai fejlesztések is megvalósultak. Teljes 100%-os Európai Unió, illetve Magyar Állam támogatásával 1200 darab napelem cella, fotovolasztikus rendszer fejlesztésével 300 kV amperes napelem kiserőmű épült a kórházba, október 19-ig óta termeli az áramot. Ezen kívül sikerült keopos pályázatok 3 részébe, különböző digitális radiológiát, folyamatban van a CT és az MR berendezések cseréje, valamint a lakosság számára ismét egy örömhír, az borzalmas, régi, elavult tüdőgondozó rendszernek a felújítása és oda is modern digitalizált röntgenberendezéseknek a megvalósítása fog történni. Az ünnepségen Sesták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter kiemelte, a kisvárdai intézmény egyike azoknak a kevés hazai kórházaknak, amelyek nyereségesen üzemelnek. A kormány az ehhez hasonló egészségügyi fejlesztésekre több 10 milliárd forintot fordított az elmúlt években. Nagyon sok rendszerből jönnek össze ezek a pénzek, például a fejlesztési minisztérium KEOP forrásból az energiahatékonysági eszközfejlesztésbe komoly összegeket, több 10 milliárd forintot költ most el, de az EMMI minisztérium a TIOP forrásból szintén több milliárd forintot, több 10 milliárd forintot elkölt. Tehát azt gondolom, hogy jó úton járunk a
kórházaink fejlődnek, reméljük ezt a betegek is észre fogják venni. Az új részleget a napokban vették használatba. A felújítás során lecserélt több tíz éves eszközök a zsúfoltság enyhítését és a szakmai színvonal megőrzését szolgálják. Már összesen 18 kormányablak várja az ügyfeleket Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Mától Baktalóránd-házán és Balkányban is mintegy 400 ügyet intézhetnek a helyi és a környékbeli lakosok. A legújabb fejlesztésnek köszönhetően pedig akár már webkamerán keresztül otthonról is intézhetők bizonyos ügyek, tájékoztatta televíziónkat Bogáti János, a megyei kormányhivatal főigazgatója. A jelenleg intézhető 400 ügytípust a kormányzat a közeljövőben 2000 fölé kívánja emelni. Az újonnan átadott kormányablakok pedig nem csak a helyben lakóknak, hanem a környező települések számára is jelentős ügyintézési könnyebbségeket jelentenek. Közelebb hozza az embereket az ügyek intézéséhez, tehát nem kell már most megyeszékhelyre vagy nagyisten régió székhelyre elmenniük, hanem a járási hivatalban is lesz lehetőség az ügyek elintézésére, gyorsan, hatékonyan, és én úgy gondolom, hogy ez a lényeg, tehát az ügyfelek gyorsabb, hatékonyabb kiszolgálása, minél nagyobb megelégedéssel. A város életében pedig ugyancsak egy fontos esemény, hiszen egy újabb funkcióval bővül Baktalórendháza. Eddig is körzetközpontok voltunk, közigazgatás, oktatás, egészségügy terén, és ez a kormányablak csak tovább erősíti a kisváros, a közel 4000 lakosú kisvárosunk körzetközponti funkcióit. A közigazgatás átalakításával a kormány célja, hogy az ügyintézést a lakosság számára elérhető közelségbe, az élessávú internet segítségével pedig akár a saját otthonába is elvigye, mondta el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal főigazgatója. Ez egy fejlesztés, ami nemrég indult az államigazgatásban. Ennek az a lényege, hogy a kormányzati portálon, tehát az ügyfélkapon keresztül lehetősége van az ügyfeleknek online videókapcsolatot teremteni az ügyintézővel, és így az otthoni gépükön online segítséggel végighaladhatnak egyes ügymeneteken. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy webkamerával és mikrofonnal felszerelt munkaállomások kerültek a kormányablakokba, így akár a helyiek segítenek a helyi ügyfeleknek a távolból, de természetesen az internet következtében ez nem mindig van így. Az okmányirodák már az idei évtől kezdve megkönnyítették a lakosság életét, ugyanis a korábbi hivatali gyakorlattal ellentétben a kormányablakokhoz benyújtott kérelmeket az ottani ügyintézők továbbították az illetékes hatóságoknak. Ahogy azt a Nagykállói járási hivatal vezető Karakó László elmondta, ezzel nem álltak meg a fejlesztések. A fő irány az, hogy otthonról lehessen ügyeket intézni, valami hasonló módon, mint akár a banki szférában már ez egész jól működik. Ennek nyilván nagyon nagy szoftver és hardware igénye van, ami pénzügyi forrás is, meg a műszaki feltételeket megteremteni. A másik pedig egy középkori történet, hogy a munkatársaim, úgynevezett ügysegédek utaznak azok a településekre, ahol nincs okmányiroda. Tehát itt a Nagykállói járásnál 8 település van, ebből 2 város, Balkány, ahol vagyunk, és Nagykálló. Nyilván az okmányirodák felszívják ezeket az ügyeket, de a többi településre oda megyünk. Simon Miklós országgyűlési képviselő a balkányi átadást követően elmondta, a választók körzetében az idei évben várhatóan még egy további kormányablak nyílik, ezzel 5-re növelve az egyszerűsített ügyintéző helyek számát. Most szerdán délután Újfehértón adjuk át az 5. kormányablakot. Nagyon nagy eredménynek tartom, hogy Nyírbátor, Nagykálló, Máriapócs és Balkány után az 5. Újfehértón fog megnyílni. A Nagykállói járás területén 33 000 állampolgár lakik, azonban az ügyfélkapuk lakóhelyhez való kötöttség nélkül képesek elintézni az állampolgárok ügyeit, tette hozzá a képviselő. A párizsi merényletek ellenére sem sikerült érdemben előrelépni a migrációs válság közös kezelésében. Erről a gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkár beszélt egy fehérgyarmati fórumon. Magyar Levente hangsúlyozta, mivel Európa nem képes egységesen cselekedni, a tagállamoknak egyéni megoldásokat kell találniuk, amelyekből később összeállhat majd egy egységes fellépés az illegális bevándorlással szemben.
ugye Brüsszelben és általában a nyugat-európai kormányok, főleg a baloldali kormányok részéről van egy olyan interpretáció, hogy a migráció az hosszú távon egy kívánatos folyamat, egy olyan folyamat, amelyik Európát erősebbé teszi. Mi ennek az ellenkezőjét valljuk, mi azt gondoljuk, hogy a párizsi merénylet sorozat a bizonyíték arra, hogy a kontrollálatlan beáramlása ismeretlen tömegeknek beláthatatlan következményekkel járhat. Tehát mi még erőteljesebben, még hangosabban, még nagyobb elszántsággal követeljük azt az európai partnereinktől különböző szinteken, hogy cselekedjenek, hogy ismerjék fel, hogy sehova nem vezet ez az út, legalábbis semmi jóra nem vezet. Ennek ékes és kézzelfogható és véresen kézzelfogható következménye a párizsi terror támadás sorozat. Országos népszavazást kezdeményezne a Jobbik kvóta ügyben. Erről Z. Kárpát Dániel, a párt alelnöke beszélt nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Hozzátette, elfogadja és csatlakoznak a Fidesz aláírás gyűjtéséhez, de azt kiegészítenék egy korrupció ellenes kérdőívvel is. Elmondta továbbá, hogy a Jobbik az önálló határőrség visszaállítását javasolja, ami garancia lehetne az ország megvédésére. A Jobbik már többször bizonyított, hogy nemzetstratégiai kulcskérdésekben nagyon könnyen képes felülemelkedni önön párt érdekein, ezt tanúsítottuk a migrációs tematika kapcsán is, amikor minden épeszű fideszes kezdeményezéshez biztosítottuk a többséget, az igen szavazatokat, és hát ez a helyzet azzal az aláírásgyűjtéssel is, amit a Fidesz elkezdett, bár ezt egy gyenge, kozmetikai jellegű lépésnek tartjuk, sokkal erősebbeket ajánlottunk, mégis az alapvető célját, irányelvét támogathatjuk. Kultúra, ami összeköt jeligével alakította ki 4 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen közösségi intézményeket. A létesítmények funkciójáról a folytatásban szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Kiállítás nyílt Sipos László fotóművész alkotásaiból a Vásáros-Naményi Eötvös József Általános Iskolában. A művész főként természetfotóiból válogatott, a tárlat egy sajátos virtuális világ körüli utazás, hiszen a képek 41 országban készültek. Győzelemmel zárta utolsó őszi hazai meccsét a Kisvárda Masztergód. A labdarúgó NB2 14. fordulójában lejátszott mérkőzésen a várdaiak a 90. percben szerzett góllal 3-2-re verték a Sopront. Kultúra, ami összeköt jeligével alakította ki 4 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen közösségi intézményeket, összesen 240 millió forint európai uniós és állami támogatásból. A létesítmények központja a Mária Pócsi Nemzetiségek Háza, ami a két templom mögött kapott helyet. Az intézmények célja főként a helyi kisebbségek felzárkózásának segítése. Mária Pócson jelenleg a zarándokházat bővítik, hogy az ide érkezők kényelmét maximálisan ki tudják szolgálni. Ám az egyház társadalmi szerepvállalása is jelentős a településen. Ennek egyik ékes példája a most átadott Nemzetiségek Háza, ahol elsősorban felzárkóztató programokat szerveznek majd. A nyíregyházi egyházmegye 4 helyszínen is nagyon fontos fejlesztéseket iktatott be ebben az évben. Elsősorban a roma kisebbségnek a fölzárkózása érdekében, és ennek az egyik stratégiai pontja éppen a Nemzeti Kegyhely mögött felépült Nemzetiségek Háza. Úgy gondolom, hogy helyileg is, a zarándokok szempontjából is, és a környéknek szóló üzenet szempontjából is rendkívül nagy jelentősége van. Mária Pócson sok nemzetiség megfordul, a kultúra lehet az, ami majd összeköti őket, mondta ünnepi beszédében a Mária Pócsi Nemzeti Kegyhely igazgatója Kapin István. Az alapcélközönség, hogy a hátrányos helyzetűek, tehát hogy mindenféleképpen a Mária Pócson élő kisebbségek, ezen belül is a roma kisebbségnek a segítségét szeretnénk ezzel az épülettel szolgálni. Tehát azt, amit az iskolában érthető okok miatt nem tud megkapni. Itt egy folyamatos, vagy egy módszeresen szervezett program keretében esetleg meg tudják kapni. Tehát ez egy fontos célunk. Nem tömegeket, mert szerintem nem is lehet, hanem 5-6-7 fős csoportokban ilyen alapvető életviteli dolgokat, amelyeknek szerintem roppant hálásak lesznek ezek a fiatalok. A kegyképnek állít emléket ez a Mária Pócs határában épült Csodák tornya, amit szintén ma adtak át a településen. A közel 24 méter magas fa kilátó 35 millió forint Európai Uniós forrásból valósult meg.
Kiállítás nyílt Sipos László fotóművész alkotásaiból a Vásáros-Naményi Eötvös József Általános Iskolában. A művész főként természetfotóiból válogatott, a tárlat egy sajátos virtuális világkörüli utazás, hiszen a képek 41 országban készültek. Sipos László több mint 25 éve foglalkozik műemlékfotózással, filmezéssel. 5 földrész 96 országában 18 000 műemlékfotót készített, 200 órányi videófilmet forgatott. Különösen a környezet és a műemlékvédelem, a táj és a műalkotás viszonya foglalkoztatja. Én műemlékfotós voltam 20 évvel ezelőtt. Az észak-alföldi középkori templomokat kezdtem el fotózni, azután ezeknek a templomoknak a falképkincse, a freskó kincse kezdett foglalkoztatni, azután ezzel foglalkoztam, és egy olyan 5-6 éve egy sajátos hangsúlyeltolódás kapcsán az emberek váltak az én fotóim főszereplőjévé, vagy egyik főszereplőjévé, és a legutóbbi albumaim már az embereket, az ember és a sors egyetemes viszonyát, az emberek egymás közötti viszonyát helyezik fókuszba. Erre a kiállításra a művész főként a természetfotóiból válogatott. A tárlat egy sajátos, virtuális világkörüli utazás, hiszen 41 országban készültek ezek az alkotások. Az iskolában több mint 50 fotót tekinthetnek meg az érdeklődők. A kiállítást a Fiatalok Kulturális Szövetsége Ifjúsági Egyesület rendezte meg. 2007 óta vagyunk a minősített művészetoktatási intézmény, úgyhogy nem áll tőlünk távol a művészet, így a fotóművészet sem. A FIX Kulturális Szövetsége pedig Kovács László úrral nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és nagyon sokat dolgoztunk már együtt, úgyhogy adott volt a lehetőség, és ezúton szeretném neki meg is köszönni ezt a lehetőséget, hogy az aulában kiállíthattuk Sipos úr képeit. A tárlat megnyitóján elhangzott, az ilyen jellegű eseményeknek a művészet oktatásban és a gyerekek fejlődésében óriási szerepe van. Amikor egy művész érkezik egy intézménybe, az mindenképpen pozitív löketet ad a rendszereknek. Így van ez a fotózással is. Hallottuk a megnyitón, hogy ugye igazgatónak is vannak ilyen művészi vénája, ő is fotóz. Ezáltal nagyon sok gyerek ismeri az Eötvösben ezt a művészeti ágat. Ezáltal amikor egy neves művésznek a kiállított anyagát láthatjuk, olyan fotókat, amely a világ különböző pontjairól kerültek ide, az mindenképpen egy olyan irányt ad a gyerekek fejében is, hogy a kezükbe veszik ezt a csodálatos eszközt, és ezeket a képeket látva egyfajta irányultságot is kapnak. Sipos László hamarosan Közép-Amerika szigeteit keresi majd fel, ellátogat többek között a természeti katasztrófák sújtotta Haitire is. Győzelemmel zárta utolsó őszi hazai meccsét a Kisvárda Masztergód. A labdarúgó NB2 14. fordulójában lejátszott mérkőzésen a várdaiak a 90. percben szerzett góllal 3-2-re verték a Sopront. Az eltiltott vezetőedző Sós Imre nélkül Révész Attila szakmai igazgatóval a kispadon kezdte a meccset a hazai csapat. A Kisvárda 23. percben szerezte meg a vezetést, cseri beadását Henrik kapus csapattársa Sifter lábára ütötte, a labda pedig a kapu bal alsó sarkába gurult. A 38. percben egyenlítettek a vendégek egy baloldali akció után, Deme emelt a várdai kapuba. Az 50. percben megfogyatkozott a Sopron, Jövetics második sárga lapját követően jutott a kiállítás sorsára. A 63. percben ismét megszerezte a vezetést a házigazda, Lukács beadását erős 6 méterről fejelte a kapuba. A 82. percben megint egyenlített a Sopron, Baracskai két védő között lőtt a hálóba. A csattanó viszont a várdaiaké volt, a 90. percben Rajci szerezte meg a 3 pont sorsát eldöntő 3. hazai találatot. Nagyon-nagyon izgalmasra sikerült ez a mérkőzés. Sajnos a pálya talaja nem tette lehetővé a folyamatos játékot. Itt elsősorban ma a küzdelem dominált. Mindkét csapat egyébként besülettetette a dolgát. Úgy érzem, hogy sokkal többet kezdeményeztünk, még a rengeteg vizes felület ellenére is, illetve a helyzeteink számában is megmutatkozott, hogy azért közelebb járunk a gólszerzéshez. A vendégek vezetőedzője szerint az emberhátrány ellenére is megvolt az esélyük a pontszerzésre. Úgy érzem, hogy több volt a részünkről ebben a mérkőzésben, megvoltak azok a lehetőségek, még 10 emberrel is, amivel eldönthettük volna javunkra a mérkőzést. 2-2 után a Batizinek volt nagy lehetősége, az Amosnyinak volt nagy lehetősége, nem tudtuk értékesíteni.
Nem csak ezekkel a hibákkal kellett megküzdeni, a csapaton belül azért voltak olyanok is, amikből a gólokat kaptuk, hogy nem úgy nyertük meg a párharcokat, ahogy kellett volna. A forduló további eredményei: Budaörs Dunai Város 1-1, Sziget-Szent Miklós Vác 1-1, Soroksár Zalaegerszeg 0-0, Ajka Balmazújváros 1-1, Jirmut Csákvár 1-0, Mezőköves Jófok 0-3 és Szeged Szolnok 4-1. A tabella élén a 30 pontos Jirmut áll, megelőzve a 26 pontos Budaörsöt és a 24 pontos Zalaegerszeget. A 22 pontos Kisvárda az 5. helyen várja az őszi zárófordulót, amelyben Szolnokon lép majd pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Ma még 87 kilométeren tartott fenn másodfokú készültséget a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság a Tiszán levonuló árhullám miatt. Vasárnap Tiszaújlaknál a folyó átlagos vízhozamának közel 8-szorosát mérték a szakemberek, akik szerint a hét második felére normalizálódhat a helyzet a folyó kelet-magyarországi szakaszán. Több mint 3,5 milliárd forint európai uniós, valamint állami támogatásból bővítették és korszerűsítették a kisvárdai Felső-Szabolcsi Kórházat. A beruházás során központi technológiai tömböt alakítottak ki, ahol műtő, sterilizáló és intenzív osztály is működik ezentúl. Már összesen 18 kormányablak várja az ügyfeleket Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, mától Baktalórendházán és Balkányban is mintegy 400 ügyet intézhetnek a helyi és a környékbeli lakosok. A legújabb fejlesztésnek köszönhetően pedig akár már webkamerán keresztül otthonról is intézhetők bizonyos ügyek. A Kölcsei Televízió hétfői híradóját látták. Friss hírekkel keddeste is várjuk Önöket, híreinket addig is elérhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap fátyol felhős időre számíthatunk, nyugat felől anticiklon nyúlik be a Kárpát-medence fölé, emiatt száraz, az átlagosnál kissé hidegebb idő várható. Éjjel erősebben megnövekszik a fátyol felhőzet, hajnalban párássá válik a levegő, helyenként köd is képződhet. Csapadék nem valószínű, reggelre általában -4 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a ködfoltok feloszlását követően változóan felhős lesz az ég, több órás napsütéssel, csapadék nem valószínű. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 6 fok között alakul, hideg fronti hatás van térségünkben. A következő napokban is folytatódik az ilyenkor szokásosnál pár fokkal hidegebb, télies idő, jelentős enyhülés egyelőre nem valószínű. Általában változóan felhős lesz az ég, több-kevesebb napsütéssel, eleinte reggel pára és ködfoltokkal. Számottevő csapadék a hétvégéig nem valószínű, csütörtökön és pénteken szeles időre van kilátás.